Helyis vasút történeti kiállítással vette kezdetét a falunap idén Oromon. A használaton kívüli vasútállomás épületét a helyiek kezdeményezésére megszerették volna tölteni tartalommal, egy állandó kiállítással készültek. Fényképeket és tárgyakat is kiállítottak. Például van ilyen, hogy durrantyú, soha nem tudtuk, két kis szerkezet. Amikor veszélyhelyzet állt elő a vasúton, akkor azt lehelyezték a sinekre, és azt figyelmeztette már időbe a mozdonyvezetőt, hogy neki meg kell állni a más jelek mellett, figyelmeztető jelek mellett. A vasút mindig is nagy jelentőséggel bírt az oromiak életében. 133 évvel ezelőtt, 1889. november 14-én indult meg Oromon a vasúti közlekedés. Emiatt a környező tanyákon élő emberek elkezdtek a vasút mellett építkezni, és így jött létre a település. Nagyon örültünk, hogy mint egy 3 évvel ezelőtt sikerült felújítani a vasútvonalat, és egyidejűleg a vasútállomást is. A vasútállomásnak most már személyzete nincs, nem is lesz, hiszen automatizálva van a közlekedés, és felmerült a kérdés, hogy milyen tartalmat vigyünk akkor ide az állomás épületébe, és sikerült találnunk erre megoldást, egy kiállítást, egy kis múzeumot létesítettünk itt. A falunap alkalmával minden évben számba veszik azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, amiket sikerült megvalósítani az elmúlt egy évben. Egy kisfilm keretében bemutatták ezeket. Leginkább az infrastruktúrás beruházásokra fektettük a hangsúlyt, több utcánkat sikerült még mart aszfalttal följavítani, illetve volt, amiket teljesen új réteget sikerült ráhúznunk. Valamint a mögöttünk látható vasútállomást is sikerült a vasútársaságtól elkapnunk használatra, amelyet egy vasúttörténelmi kiállítást hoztunk létre. Az ünnepségen a hétvégi nemzeti tanácsi választásokról is szó esett. A jelöltek között van Pletikosics Árpád oromi lakos is, aki eddig is sokat tett a közösségért, és ezt a tevékenységét a jövőben is folytatni szeretné. Ahogy a mai oromi rendezvényen is láthatjuk, a közösség összetart és összegyűlik egy-egy rendezvényen, és annak érdekében a jövőben is meg tudjuk szervezni ezeket az eseményeket, támogatásokat tudjunk szerezni saját rendezvényeinkre és szerveződéseinkre. Ennek érdekében nagyon fontos, hogy kint legyünk, és megmutassuk, hogy mik vagyunk, mennyit érünk és hányan vagyunk. A rendezvény művelődési műsorral folytatódott, ahol a legkisebbek és az idősebb korosztály is fellépett. Emellett az idei évben is kiosztották az oromért elismeréseket. Az idén a helyi 70 éves Petőfi Sándor Művelődési Egyesület részesült elismerésben, valamint posztumusz oromért elismeréssel díjazták Lékó Róbertet, aki 22 évig volt az oromi helyi közösség elnöke.